A tavaly tavaszi pandémiai időszak is átírta a Visky Károly Múzeum és a többi társintézményének a programját, és úgy néz ki, hogy a mostani hagyományos újranyitás időpontja is kitolódik. De addig sem tétlenkednek a múzeum munkatársai, hiszen gőzerővel készülnek a látogatók fogadására. Az újranyitás az nagy kérdés, hiszen semmiféle információ nincsen nekünk se másokhoz hasonlóan. Mi másfél hónap ezelőtt olyan levelet kaptunk a minisztérium, hogy készítsük elő a múzeumok éjszakáját. Természetesen újra digitális változatban, vagy inkább ilyen kis csoportos foglalkozásokat, bejelentkezésen zárt körbe javasolt foglalkozásokat írtak nekünk, de két héttel ezelőtt újabb levélt, hogy függesztünk fel mindenféle szervezést, hiszen azért ezeknek elég komoly költsége van. Jelen pillanatban bizonytalan még a múzeumok helyzete. Természetesen a múzeumi munka az nem áll, hiszen a múzeumnak általában a nagy közönség úgy gondolja, hogy a kiállítás az egy múzeum. A múzeumnak a kiállítása egy nagyon pici feledéke, hiszen számos más feladatunk van. A múzeumnak öt nagy feladatrendszere van, ebből az egyik a bemutatás, aminek egy része a kiállítás. Úgyhogy ez a bemutatásra például most is készülünk, bizonyos digitális tartalmak fölkerülnek a honlapunkra, most is az elmúlt héten is kikerült, a következő hetekben is kerülnek ilyen anyagok. Svéta kapcsolatban, a régészeti föltárásunkkal kapcsolatban, ami Fajsz határában folyt éppen a két héttel ezelőtt, másfél héttel ezelőtt. Emellett a zárvatartási időszakban folyamatosan zajlik a digitalizálási munka. Elméletileg a múzeum munkája folyik bármikor, hogyha lehetőség van, nyitni tudunk. Galériában van, mint ahogy minden múzeum záron, tehát nem is lehetünk nyitva. A terveink meg vannak, én azt kértem a múzeológus kollégáktól, hogy úgy készítsék el a 2021. évi terveket, mintha nem volna pandémia. Tehát a tervek januártól decemberig rendelkezésünkre állnak. Ugye kérdés az, hogy mikor lehet nyitni, úgyhogy